Azt kell mondjam, srácoknak, hogy szerintem megtaláltam a létező legdurvább és legrosszabb Brawl Stars krónt. Ez pedig nem lenne más, mint a Brawl Stars helyett a Cringe Stars. És így van, srácok, tényleg az a neve a játéknak, Cringe Stars, és először szerintem nézzük is meg a képeket, amik egyébként szerintem teljességgel magukért beszélnek. Az összes cringe-ler a Brawler helyett 3D-ben, aztán játszhatunk nagyon menő játékmódokat, hasonlóan az orosz Brawl Stars-hoz egyébként. Cringe Bird a Flappy Bird helyett, és nyithatunk cringe ládákat, illetve skineket, de azért azt szerintem láthatjátok, hogy mennyire durván koppintás szinte 1-1 a Brawl Stars ez a játék. Mi az a fej? Kérem szépen, de pontosan ezekért a karakterekért és ezekért a hülyeségekért gondoltam, hogy érdemes lenne csinálni belőle egy videót, és amúgy ami durva, hogy ezt a játékot a Cringe Pass-szel együtt több mint 50 000 ember töltött el, és 1000 véleményből 4,7-es értékelést kapott. Hogy ezt hogy? Azt nem tudom. Na, én csak a játékot. Nézzük csak, mivel állunk szemben. Oh my god. Köszöntelek a Cringe Stars-ban. A nevünk pedig természetesen nem lesz más, mint Zsomat Báró, illetve nem. Kód Zsomat. Igaz, hogy ebben a játékban valószínűleg nincsen Zsomat kód, de az összes szuperci játékban van, úgyhogy ott pedig érdemes használni a Zsomat kódot. Szóval kód, space, Zsomat, kérem szépen. Szuper. Hát ez... Oké, remélem, hogy normálisan fog kinézni. Így van, angol nyelven szeretném játszani. Hogy az Istenben nézel ki, könyörgöm? Atya úristen, ez nagyon meg van csavarva konkrétan. Tehát fejrefelé van az ikon, amiből amúgy... Oh my god, ez 1-1 lekopiszták, lemásolták, ami a Brawl Stars-ban van. És még a legújabb karakter Sam és Gus is benne van, tehát azért elég gyorsan frissítgetik a játékot. Még a nevünknek a színét is megváltoztathatjuk. És mindenféle statisztika, de azok a ládák hogyan néznek ki, úristen. Itt van a trofi... Nita! Szerintem a trofirod az 1-1. Atya úristen, hogy néznek ki ezek a brawlerek? Hát valami fenomenálisan. Tehát ennek a játéknak biztos, hogy a legjobb része maguk a brawlerek, mert ugye a gameplay az valószínűleg nem túl brawlszászos lesz, az is biztos. Nézzük meg akkor, 0 pénzük van. Van egy cringe pass, először nézzük meg azt. Oh my god, van egy big box, és... Nyissuk ki, kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ebből nyitni. 2 darab dolog van, mert Gem és Lady Powerpoint. Amúgy ez egész normálisan megvan oldva egyébként. Milyen reklám? Hát ez felháborító, mi ez a reklám? Származik nekem abból valami, hogy megnéztem én ezt a reklámot, vagy nem? 800 meg 300 Gem, Jézusom! Na, nézd meg a brawlereket, amiből 60 darab van, tehát mindenkiben, atya úristen. Tehát itt még egész normálisan néznek ki, amúgy az ikonok alapján, nézd meg mondjuk Elprim. Mi az atya úristen? De szerintem ezt direkt csinálják egyébként. Azt tudom, hogy az egész jól néz ki. Nézd meg egy gázt. Mi a fe... Zseniális. Na nézd meg a ritka karaktereket, meg a legendarikat, meg mindenki. Nézzük meg szem... Bet, oké. Okay. Otis, ki néz? Eve! Nem mondom, hogy Eve egész menő néz ki egyébként. Nézd meg egy be... Hát ez is béna. Meg, ez is gagyi. De ezek, ez, szerintem le van lopva a karakterkinézetük egyébként, és valahogy át van másolva. Ember vicces. Szerintem ez miért kék? Ez miért kék? Itt pedig nem is kék. Van Leon. Crow, az amúgy nem rossz. Stark. Hát, hogy az Istenben nézzek, így könyörgöm. De amúgy se le a legjobb, tényleg. Jó, azért Morty sem katya amúgy, szóval ők lennének a brawlerek, ebben majd párat megnézek szívesen. De nem is ez a lényeg a játéknak, van shopunk, van ingyenes boxunk, úgyhogy ezt nézzük is meg, de nyissuk is ki. Nem tudom, miért nem volt elmos hangja, nincsen, nem akarok reklámot nézni! Végignézem, hát van valami értelme. Ingyen tudunk nyitni ládákat, és csak reklámot kell nézzünk. Értem, ez nem igazán éri meg. Vagy most nem kell? Oh, let's go, skinek. Csak a bandita Shelly skin van, hát ez elég lehangoló, maradjunk annyiban. Lehet reklámot nézni, gemért. Tudunk így 200 gemet szerezni? Na, vége van a reklámnak, kaptunk 50 gemet, ez really nice egyébként. Update-elve lesznek, gyorsan nézzük meg. Amúgy játszolják, hogy összejön sok like, azaz mondjuk körülbelül 2000 like erre a videóra, akkor nézzük egy csomó reklámot, és egy óriási ládintást fogunk tartani.
a legrosszabb Brawl Stars copy klónjátékból, úgyhogy fejétek meg a lelket, hogyha szeretnétek ezt látni. De szerintem elég a randomságokból, meg a reklámnézből, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen maga a játék, csak kíváncsiak, hogy mivel nézve feje lefelé egyébként. Ez a content nem eredeti, tehát unofficial, és semmi köze nincsen a Supercellhez, és a Supercell nem vállal a felelősséget ezért. És ti vállaltak felelősséget azért, hogy leklonoztátok a játékokat konkrétan? Hát nem hiszem. Mindenesetre nézzük meg akkor a Frappy Cringe-ot, és gondolom a... a karakterrel vagyunk, amit feloldottunk, illetve ami alapból van. Hát ez nagyon nehéz. Plusz nulla kupa. Hát de kérem szépen, nulla coinunk van. Hát ez nagyon nehéz. Ja, de nem olyan részletesen kell. És goldot kapunk ért, és 5 kupát is sikerült. De mi az, hogy reklám, adjál már még, én kilépek a játékból. Na most végre van zene is, de nem tudom, mi történt amúgy a... Légy színe dobjál be. Hát ez nagyon gagyi. Ez nagyon-nagyon gagyi, srácok. Hát mi az Isten kéne csinálva ebbe a játékba konkrétan? Tehát itt semmit nem... De mi ez? Nem reklám! De ágy! De nem reklám! De most komolyan, ez a játék? Tudjuk fejleszteni Shellyt, vagy tudjuk egyáltalán? Vagy van valami értelme? Brawlers, Shelly, Power Up, és most mi történt? Most mivel lett jobb a Shelly? Tehát most nem lett erősebb, nem tud lőni, meg semmi. Tehát ennek semmiért. De mi ez? Lehetetlen, ott volt plusz egy token. De ez is 1-1 az animáció, a token, minden le van lopva a Brawl Starsból konkrétan. Oh my god. I'm very profi. Jó, nézzük meg, hogy a nitátok hogyan tudjuk unlockolni. Amúgy figyeljetek, az animáció az egész. Zseniális. 2x10 trophy road. De nem reklám, nem! Minden egyes dolog után, amit csinálunk, reklámot kell néznünk. Jó, hát ez így nem bírható. Ez így nem bírható, de legalább Nita megvan, trophy roadon haladgatunk. Nézzük meg a cringe jumpot, hát ha itt jobban tudunk haladni. Jó, balra, jobbra. Ja, balra dönteni kell, aha. Értem. Ez nice. Na hát ez már sokkal jobb. Ó, értem. Nem tudod meghalni. Nem tudod meghalni konkrétan, a játék megmutat téged egy reklámmal. Szóval megpróbálunk nagyon jók lenni, ez tiszta orosz Brawl Stars egyébként, azt amit nagyon szeretitek, úgyhogy remélem, hogy ezt is szeretni fogjátok, mert akkor szívesen csinálok belőle. Oh my god, ládanyítást. Na, ez végre egy normális játékmód, ami játszható is. Mert, hogy az előző nem volt játszható, az biztos. Rá se lehet ugrani? Nem baj, mert sokkal jobbak vagyunk, mint eddig voltunk. Nagyon jó, very nice. Nem szabad veszíteni. Mert akkor reklámmal büntet a játék konkrétan. Jó, ez most egész jól megy. Ennyi, jaj. Tudom, hogy nem annyira izgalmas az játék, ez Dudu Jump. Viszont ezt mennyire szerettem, és ez ki az, aki játszott még a Dudu Jumpot? Tudom, hogy én már nagyon öreg vagyok, ti meg valószínűleg sokkal fiatalabbak vagytok nálam. Az a legjobb játék volt ever. Abban az időben, természetesen. Ha akkor lett volna Brawl Stars, hát ihaj csuhaj, mennyi kupát fogok ezért kapni? Amúgy tényleg most addig megyek, ameddig meg nem halok, tehát hogy ha nem halok meg, akkor nem halok meg. Hú, és a másik oldalon átjön. Wow, 200 IQ. Ez nagyon könnyűvé teszi a dolgokat. Nézd meg, puk. Nézzek, mert milyen könnyűvé teszi a dolgokat, és búm, leestem. 81 kupa, 400 könnyűs, de a token nem, mire megyek? Ja persze, hát ez a cringe pass. Valamit unlockoltunk. Ó, az a 80 kupa az egész soknak számít egyébként. Szóval majd lehet, hogy fogok egy pár gamaszkót játszani videón kívül, de nagy már ládnétás után. De miért kell reklámot? Mert a fejvideó arról szól, hogy szidom a játékot, mert reklámot kell nézni. De tényleg így van, miért kell? Oké, egy kis gold, légy. De ne. Na gyere kolt! Gyere kolt onnan messziről, szétszed! Jó, Istenem, zseniális. Na jó, szedjük be ezt a bosszot, remélhetően nem lesz benne utána reklám. Nitára kapunk egy karaktert, nyissak majd le. Aha. És ha ezen is kinyitok, akkor ezen is fogok reklámot kapni, amit nem tudok skippelni. Persze! Egy dologra még nagyon kíváncsi vagyok, tehát most mindenfajta módját kipróbáltok, a shopba veszek ládát. Veszek ládát, tehát ide megyek a shopba, 150 gemért tudok venni, vagy tudunk egy big bossot venni, vagy ingyen, vagy 70 izé. Most 70-en megveszem, akkor ugye nem kapok reklámot még emellé. És de! Na nézzük, veszünk egy meg a bossot 150 gemért. Van ingyen, és ingyen meg tudom szerezni, csak nézek egy reklámot. Oké, ez még oké, de utána is be fog dobni még egy reklámot. Aha, nem telepítem. Aha, igen. Szuper, nézzünk egy megaboxot. Remélem nem 5 item lesz benne. 4. Gemek, legalább egy karakter vagy bármi. Mi az Isten? Ez egy Spike, egy Buzz. Egy Spike-ot nyitottam. Mi a fene?
Hát ez drop rate, meg ilyenek nincsenek amúgy, de legalább nyitottuk valami jót így a videó végére. Istenem, megérte megnézni azt a reklámot. Megérte megnézni azt, amúgy nézek az animációk, a csillagok is. 1:1 ugyanaz, lelopva konkrétan. Na figyelj, reklám jön, nem reklám. Vegyünk a 150 gemér. Aha, tehát ingyen azért nem lehet meg a boxba válni. Tehát veszünk gemet, szereztünk, reklámot néztünk érte. Most abból a reklámból nézett gemből veszünk egy ládát, és ebből most 3 item lesz, az nem lesz benne sem. A kedvenc sniperemet, Piper, hát mi a fene? Legalább nyitottam egy karakter, ezért tuti reklámot kell néznünk. Ezért tuti reklámot. És nem, nagyon jó! Akkor tudok normális ládétesen és játszanak, úgyhogy fejétem meg a lelkot, hogyha szeretnétek ezt látni, mert ezt a videót felvenni ennyi szenvedés volt, mint ezt láthatátok. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett és szeretném még folytatást, amit fel nyomatok egy lelkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő csidőjóban. Legyetek jók, srácok, lányok. Ciao, ciao.